What did you call? Let's go get your imaginary. Születtem 1922. április 2-án, és körülbelül lehettem úgy 5-6 éves, mikor apám tanított a kicsi kutya tarkára. És akkor lehettem úgy 8 éves, elválott apám, elválott. Szóval anyám elválott apámtól is, akkor hazavitte anyám a
az ő szüleihez, a nagytatámhoz, és ott aztán nőttem fel. Ez Gyalu, Szucsák. Ott voltam, anyám Szucsákban született, ott voltak a nagytatám, nagyanyám, ők nagytatám volt Brácsás. Oda járt az öreg Csipás Feri muzsikálni, az bal kezes volt az öreg Csipás Ferinek az apja. Igen. És akkor ott volt Tonti volt a Bögös, Péter, Zöldes Péter volt a Brácsás. Zöldes Péter apámmal erős unokatestvérek voltak. És akkor mindig, mikor jöttek muzsikálni Monostoron, akkor mindig jött a bátyám, na gyere, figyeld, hogy mit csinál ez a bácsi, és lopjál is, tanuljál is. Mentem, sokszor ez megtörtént, és akkor nekem úgy tetszett, mert jól néztem az ujja lerakását, mert balkezes volt, és akkor itt ültem ezen a felén, és láttam az ujját, és a segítség ezen a felén volt. Mi néztem, sokáig néztem, hát egyszer elálmosodtam, és akkor volt egy olyan hosszú pad, és akkor engemet a pad alá. Becupantam oda a pad alá, és ott elaludtam. Reggel, mikor vége volt a táncnak, kötnek fel, na, gyerekelj fel. Alig nyitottam ki a portula szememet. Na, hazavittek, anyám már őket várta meg, ugye. És akkor ők nekik fogtak ottan pálinkázni, és akkor a bátyám azt mondta, na, Purde, gyere, lássam, mit tanultál Feri bácsitól? Én majd örömmel, no, mutassa meg bátyámnak, hogy tanultam én is valamit. Hát, kezdtem én legényest. Ellemuzsikáltam, és akkor az volt a szokás, hogy nem szabad megállni, lezártad a legényes rögtön a csárdát. És akkor lemuzsikáltam a legényest, és akkor neki fogta muzsikálni csárdást. És akkor én a csárdás más hangból muzsikáltam. Nem abból a hangból, amelyikből muzsikáltam a legényest. Más hangból. Akkor bátyám, tedd le azt a hegedűt. Belőle zenész nem lesz soha, még a világ, amíg élsz. Neki a sírásnak. Hát, mondom anyának, anyu, nézem meg, mit mond bátyám. Úgy, hogy csak viccelsz vele. Csak viccelek, de azért ne felejtsd el, amit mondtam. Akkor aztán tettem a fülembe, hát tényleg nem szabad muzsikálni. A legényes egy hangból muzsikál, abból muzsikálom a csárdás, a kellett volna. Akkor felment az agyamba, többet nem lesz meg, nem történt, nem is történt aztán. Thank you.
A nagytatám tanított arra a csárdásra. Sose felejtem el, ez a csárdás. Eztet kellettet, hogy tudjam muzsikálni, a nagytatám kísért a bráccsal. És sokszor anyám is énekelt nekem sok notákat, és ő énekelt, és én kellettet muzsikálni. Így tanultam. Kicsi olyan, de amikor a Csipás Feri van, ott aztán többet fejlődtem, mert fogtam az öreg Csipástól, és akkor már 12 éves voltam már, akkor kellettet menni muzsikálni, mert olyan volt a helyzet. Mentem muzsikálni, volt rendes zenekarom, Brácsás, Bőgös, Dénes bácsi volt a Bőgös, és most a apám volt a Brácsásom. Ilyen lapos palos Brácsás. És jártam a falukon muzsikálni mindenfel, és ott a Monostoron is lakadalmokat. Még a sokszor, még román falukba is kellett menni muzsikálni, mert olyan volt a helyzet. Tudtam muzsikálni románul is, magyarul is. És mindenfelé hordoztak. De legtöbbet Szucsákba, muzsikáltan és Bodonkuton. Az a két falu, onnat nősülnek, onnat mennek, és a tánc is mind egy. Magyarok, igen. Románok, vegyesek? Magyar. Magyarok? Magyarok. Magyarok. Bodonkut is Szucsák. Ott van egy Gombár Jóska bácsi, még most is él, 98 éves. Oda jártam, és sok notákra tanított engem, mert olyan szép hajnali notákra, amikor nagyon régi, még nagyon régi notákra. Ha van kedve, de elmuzsikálok egy olyan... Hogy az öregtől, amit tanultál? Igen, amit tanultam, igen, hajnalit. Mutasd meg. Nem sincsen édesapám, sem anyám.
Még kell díszíteni, nem lehet egyenesen énekelni, meg játszani? Hát édesebb a muzsika. Az a díszítés, ez egy díszíti a muzsikát. Az a trilla, amik úgy nevezik trilla. A bekezdés most már például, most már mindenkit, akit tanítok, most már ez a bemelegítés. Ez a trilla, ez az új lerakás. Ebből ez aztán díszíti a muzsikát, mindenbe be lehet tenni. Legényes, csárdásba, ez a trilla, ez a mindenbe, a szaporába. Ez követelés a nép? Hát aztán lehet, van olyan hely, hogy nem követeli, de akkor nem olyan szép a muzsika. Például legmost... Na? Egy ilyen hangok is van. Például. Simplán. Hogy szép? Azért kell a muzsikát a kalota szegébe. Az követeli azokat a trillákat, és az új lerakás, hogy legyen, díszíti a muzsikát. Nem mindenütt pászol a trilla. Hogyha azt mindig csak pörgessem, akkor nem jön meg a nóta, nem csak pörgetés. Az alaphangot, egyszer le kell fogni az alaphangot, és akkor az alaphang megvan, akkor teszel belé trillát. De mert így, ha csak trilla van, mint trilla, akkor nincsen meg az alaphang is, nincsen se nóta, semmi, csak pörgetés. Szóval az öregtől nagyon sokat tanultunk, az öreg csipástól.
Te katona akkor nem voltál? Végül? Nem voltam, meg katona szökemen voltam. És a magyarok. Na, jöttem át, és akkor azt mondták, hogy hát mi kellett trukkolni katonát, nem viszik. Munkaszolgálatra. És munkaszolgálatra bevitte Kolozsvárra, a Fittőháznál voltam, akkor úgy nevezték, ajahúzó. Ajahúzó, a mozdonyok mentek, és kihúztam a salakot. Igen. És akkor én kilapátoltam. Elég jó voltam, mert mindig forros voltam, mindig mucskos. Aztán kellett, éltem a muzsikából. Sokat, nagyon sokat éltem a muzsikában, sok évig, mert kellett, hogy élni. És akkor, mikor bejött ez a kollektivizálás, úgy mondják, nem volt muzsika, se lakadalom, semmi, sehonnan. Mit csináljak? Be kellett menjek dolgozni. Volt egy műkedvelő csoport, a Kaolinál, úgy mondják, Kaolin gyárnál, és volt egy művelődő csoport, táncos, énekesek, és ott nekem volt egy ismerősöm, hogy hallotta, hogy muzsikálok, na, és akkor az úgy csinálta, hogy menjek oda, de akkor is oda tettek, volt olyan konkászor is, hordtam a követ, a konkászor is őrültem, lapátoltam, nem, dolgoztam, nem. Volt nehézségem akkor, mikor túrába dolgoztam, 12-24-en, és be kellett menjek dolgozni, akkor fogadtam magam helyett egy segédfűtőt, vagy egy fűtőt is, ők bementem, és én mentem muzsikálni. De volt olyan eset, hogy nem kaptam, dolgoztam délelőtt, és délután mentem a lakadalomba, és ottan két napos a lakadalom, onnan megint visszadolgozni, este megint vissza muzsikálni. És hogy bírtad? Hát, hogy bírtam? Ki lehetett bírni? Ivással, hogy voltál, Sanyi bács? Ivással? A piával. A piával? Hát nem mondom, hogy nem piáltunk egy pohár kettővel, mondjuk, de hogy berúgni, nem illik, egy zenész nem szabad, hogy hamarabb berúgjon, mint a vendég. Akkor nem passzol a kettő egybe. Akkor nem kapcsol az agy. Jön a vendég, az jó kedvébe van, muzsikád, ezt ad, akkor ha te is vagy, hát miért? Menj, és akkor abból kezdődik, aztán az agy. Nem szabad. Hát mondom, hogy étel előtt két pohár pálinka, ott egy fröccs, kész. Vagy egy üveg sör, és muzsikálás közben is lehet inni minden három órában, négy órában egy sört, vagy egy fröccsöt. Tudod, hogy hozza ez a zene? Jobban kapcsol, ha van valami, jobban kapcsol az agy, és tehetségesebben, most bátrabb vagy a muzsikában, ha van egy kicsi. De ne sok, ha már a sok, akkor már elvesztetted a... Az egyensúlyt, mert már nem kapcsol az agy. Hát meg az egészséget, azért kérdem ezt a igen, hát az sok az munkát. Hát vannak olyanok, hogy nem ittak, primások nem ittak, de azért fiatalabban elmentek. És voltak olyanok, hogy még ittak, de azért még ez egy kis energia csak kell. Kis energia csak kell. Nem sok az. Thank you.
te végig is ugye minek vallod magad? Cigánynak? Születés szerint cigányember vagy? Igen, cigányember vagyok, igen. Vallás szerint? Református. Foglalkozás szerint? Foglalkozásom a hegedű. Mert úgy tartják, én sok helyen hallottam, hogy a muzsikálásod nem munka. Hát az... Dehogy nem, még úgy van nagy munka. Egy nagy munka, egy zenésznek sok kell, hogy villanjon az esze, mit muzsikál, és mi következik. És azután mi következik. És mindig, ahogy a maga hozza, a muzsika hozza a nótát az eszébe. Nekem úgy van, ha muzsikálok így táncra, vagy akármi, vagy ha muzsikálok asztali nótákat, a muzsikálás közben jön a... Mert egyik hang veszi fel a másik nótát. Vagy ha jön valaki nálam, akár ki jön, hogy muzsikálás közben húzd el ezt, csak egy szót mondom, hát én már tudom, hogy akkor. Hát mindenkinek van maga nótája is. Hát van. Hát kérnek nekem, tőlem sokan kérnek nótákat lakadalmokba. Hát azt, ha nem tudom, akkor azt mondják, hát a Sanyit nem kell, mert nem tud még nótát sem, mondjuk a Sanyit. De ha tudok minden, amit kérnek, a Sanyi bácsit kell fogadni. Hát valamikor úgy volt, hogy Szucsákba, és Bodonkúton inkább elhalasztották az esküvőt, ha nem tudtam menni muzsikálni, mert velem voltak megszokva. Minden embernek tudtam a nótáját. Akkor szeretnek téged? Hát szeretnek, nem mondom, hogy nem szeretnek, csak most már ezek a fiatalok elkorcsosodtak. Most inkább ilyen diszkó. Most ha megfogadnak Bodonkút, akár Mereit is, Vista, Bogárt Elke, Mákó, Inak Telke. Már kell, hogy menjek olyan felállítással, hogy legyenek a fiatalok a diszkozenővel is megelégedve. Az öregek, a házasok, azoknak kell muzsikáljak rendes dolgokat, de most már a fiatalok inkább azt kell muzsikálni. Diszkozenét, tánzenét. Kicsit mesélj a Ceausescu vidékről. Volt nektek ebből bajotok? Neked magadnak? Nem bántottak a muzsikálásért? De igen, volt. Voltak ezek a milicisták. Jött például, csak egy példát, Bea jött, Salamon Bea. Igen. Jött, hogy muzsikáljak neki, hogy tanuljunk. És akkor azt mondta a milicista, hát mit keresnek ezek? Jöttem ismerősök nekem, na, itt nincsen semmi, itt nincsen. És akkor mit csináljunk? Akkor még élt Hitler. Gyere, menjünk fel Egeresen, ott van Hitler, és én ott tudom a helyet, és menjünk, és muzsikálunk. Na, fel is mentünk a Hitlernél, Miklósnál, és akkor előszedtük, nem muzsikáltunk, a muzsikákat eldugtuk, és akkor kimentünk az erdőre. Az erdő, ott tanultunk muzsikálni, ott voltunk egész estig.
ott gyakoroltunk, ott nem zavar senki, és nem hallotta senki. De az erdő közepén, hogy nagyon messze voltunk, az országútól nem járt senki, csak mik voltunk. Ott töltöttük el a napunkat, tanultunk muzsikálni. Nem engedte a milicista. Mi bajuk volt neki? Hát azért volt a bajuk, hogy miért magyarok. Na, az volt a bajuk. Ha románok lettek volna, nem lett volna semmi baj, akkor muzsikálhatunk volna akárhol. De hát te is játszol román, meg a belgák is megtanulják. Igen, igen, hát de őket nem, miért magyarok ők? És úgy, ne. Hát mennyi bajom is volt, hogy még a hangszert se lehetett a korjába tudod kihozni. Hogy miért jövök. Mikor csináltuk a lemezt is, akkor is milyen kínosan jöttem át a határon. Emlékszel? Már nem tudom, mi volt pontosan? Nem akartak átengedni, sehogy se. Sehogy se. Hogy miért menjek? Hát mondom, hát hivatalos vagyok, oda menjek. A hegedűt miért viszont? Hát a hegedű nélkül nem érek semmit, mert én muzsikálok. Nagy nehezen. Aztán átengedtek. Akkor, mikor az első lemezt csináltuk. Ennyi volt, és nem engedtek soha, mindig fékeztek. Fékeztek, hogy ne szorakozzak a magyarokkal, mert... De úgy nem... De most nincs semmi hiba. Most aztán lehet muzsikán az utca közepén. Jön a policista, most nem milicista, policista. Az őrment, még ő is táncol. A muzsikálok, ő is táncol. Most már nincsenek ilyen ellentétek.
Nem szabad muzsikálni? Stop! Stop! Várjanak egy csepet, nem? De olyan, hogy megbüntettek pénzre, vagy valami olyan nem volt? Nem, csak mikor muzsikáltam lakadalmot, leveket kellett az egész műsort leírni. Mentem, mutattam meg a militistának, hogy csak azokat volt szabad, hogy muzsikáljam. Magyar nótákat nem. De a papírom meg volt, aztán nem tudta, hogy... Még azt is muzsikáltam, Isten áll meg a magyart, mert ő nem értette, nem tudta, hogy mi az. Miben muzsikáltam? Csárdásnak? Szaporó! Csárdás! Mutasd, hogy szól az úgy? Csak táncoltak, nem tudták, hogy mi. Én mit muzsikálok. Te jobban voltál a milicistával, azért el tudtad intézni? Ja, nem muzsikáltam neki. Tudtam neki a nótáját, és elmuzsikáltam, és elnézés volt. Pakulárnótához. Ezeket hasonló. Szeretik, ilyen dojnákat szeretik a románok. A cigányoknak maguknak van zenéje? Van. Külön mulatság is minden? Igen. Van csárdás. Ezeket szoktam én muzsikálni. Itt. Ma a magyaroknak is. Magyaroknak is. Én a csingerállást tudom, az ami a cigányoké volt korábban, nem? Ez a csingerállás az cigánóta. A régi szaporát, ezeket az öreg asszonyoknak, az öreg házasoknak, ezeket kellett muzsikálni. Akkor több nyelven kellett magyaroknak muzsikálni, kellett románoknak, kellett cigányoknak. Mindent kellett tudni muzsikálni. Szászoknak nem muzsikáltál? Nem. Az nincs arra fele. Nincsen, nem volt. Zsidók voltak? Zsidók voltak, kicsi gyerekkoromban muzsikáltam, jártam köszönteni. Muzsikáljam el.
Hol vagyunk ma este? Hát én azt nem tudom megmondani, tudom, hogy Amerikában, de milyen egy nagy színházban. De hát én nem tudom megmondani, hogy mi, hogy nevezik ezt. Segítek. Most az úgy hívják a város, hogy Philadelphia. És milyen rendezvény van ma este? Koncertet muzsikálunk a Philadelphia nagy zenekarral. És a Sanyi bácsi mit fog játszani? Hát én valami kalotaszegi csárdás, szaporát, hajnalit. És izgul, vagy? Hát én nagyon türelmes vagyok. Én nem izgulok egy cseppet, hát aztán már nem csak egyszer történt meg ez. Állandóan történik. Minden nap majdnem történnek ilyen előadások. Hát az nem szabad izgulni, nyugodtan kell lenni, és odaadással kell lenni, hogy a nép szeresse a vendéget. Thank you.
népődött forogtál. Hát igen. És még forgok. Még forgok. Mert nem hagyom magamat, nem fogok meghalni soha. Helyes. Nem. Én meghalva sohas ne vagyok. Mindig fognak emlegetni. A tanítványaim azt fogják mondani, egyik a másik. Hát te honnan tudod? Hát Sanyi bácsi tanít. Akkor már nem élek? Mindig élek. Sanyi bácsi tanultok ezt. És akkor én élek, ha mégis vagyok halva, élek. Nem említi a nevemet. Hát az a nagy régi költöket, akik az mindig élnek, mindig ez. Thank you.